Műemlék jelzi a márványtábla a Budai Várnegyed egyik házának falán. Az első kerületben több olyan épület is van, amiben a lakók eddig csak bérelhették a lakásaikat. Böröc László fideszes országgyűlési képviselő május közepén rájuk hivatkozva javasolta, hogy minden önkormányzati bérlő megvehesse ezeket a lakásokat, ráadásul a piaci ár töredékéért, legfeljebb 30%-ért. A tervezet ellen kormánypárti és ellenzéki politikusok sora tiltakozott. Szerintem nem jó. Sőt, marhaság. Magam sem értek vele egyet. Böröc László néhány nappal később már arról beszélt, hogy a tervezet csak a világörökségi területeket, vagyis főleg a Várnegyedet érinti majd. Múlt héten az Inforádiónak azt is elárulta, milyen módosítások kerülhetnek az eredeti tervezetbe. Legyen egy minimális bérleti jogviszony, amíg valaki nem éri el az 5 évet, addig nem tud élni a vételi jogával. Vagy ilyen az elidegenítési tilalom, ami nagyon megosztó kérdés volt. Az 55%-a azt akarta az érintett bérlőknek, hogy legyen elidegenítési tilalom, úgyhogy valamennyi idő szerepelni fog elidegenítési tilalomban a törvényben is. Hogy pontosan mennyi, azt egyelőre nem tudni, pedig a bérlakások eladásának ügyével tegnap ismét foglalkozott az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága. Itt az MSZP-s Hiszékeny Dezső többek között azt javasolta, hogy a lakásokat csak azoknak a bérlőknek adják el, akik már 1995. november 30-ától bérlői az ingatlannak. Az LMP-s Csárdi Antal a bérleti jogviszony kezdetét 1994. december 31-ére tette volna, illetve a megvett lakásokra 20 évig elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztetett volna be. Ezeket a javaslatokat azonban elutasították, az ígért módosítások pedig eddig sehol nem jelentek meg, pedig a határidő múlt hét pénteken lejárt. A házon kívülnek múlt héten nyilatkozó polgármesterek pont ettől tartottak. Megnézem, hogy mi lesz az, amit elfogad a parlament, és utána pedig ezerszer meg fogom gondolni, hogy mire rakja az önkormányzat a pénzét. Az első kerület vezetője is úgy látja, hogy mostantól egyetlen önkormányzat sincs biztonságban.